az már korábban eldőlt, hogy a Ferencváros a 2021-22-es idényvajnoka az élvonalban, az ezüst és bronzérmes kilétére azonban csak az utolsó fordulóban derült fény. A Kisvárda a Zalaegerszeg legyőzésével megőrizte második helyét a tabellán, így fennállása legjobb eredményét érte el az ezüstéremmel. Ősszel João Janeiroval a kispadján kezdte a bajnokságot a Várda, majd a portugál edző távozása után Erős Gábor kezébe került a szakmai munka irányítása. Az NBA 12 csapatos mezőnyében a Kisvárda az egyetlen együttes, amely mind a 33 fordulóban dobogós helyen állt. 7 alkalommal az élen, 16-szor a harmadik helyen, 10-szer pedig így záráskor is a második helyen állt Erős Gábor együttese. Az ezüstéremhez 16 győzelmen, 11 döntetlenen és 6 vereségen keresztül vezetett az út. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly csapatmunka, és először is szeretném megköszönni a sportigazgatónak, hogy megadta nekünk a lehetőséget. Szerintem meghálálhattuk a bizalmat megfelelően, és természetesen hatalmas köszönet a stábnak, és itt, ha nem lenne probléma, én szerint meg is említeném őket. Gerlicki Máté, asszisztens edző, Tudás Dani, erőléti edző, a Szefi Olágeri, ő a technikai vezetőnk, Nagy István játszó, mint a masszöröknek a feje, ha mondhatom így, a masszörguru, és a Szilágyi Norbi, aki a masször is igazából egy kicsit így a szertáros munkába is besegít, és természetesen a kapusedző a Szándor Tomics. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly csapatmunka volt, és hozzátéve, ami a legfontosabb, hogy egy nagyon jó csapat is állt mögötte, akik vevők voltak a mi munkánkra, és tényleg csak a legjobbakat tudom róluk mondani, hiszen szenzációs volt velük dolgozni az egész évben. A Kisvárda egyik kulcsjátékos a Dombó Dávid volt, aki amennyiben sérülés nem hátráltatta, biztos pont volt a kapuban. Az utolsó fordulóban ugye sajnos nem tudtam védeni, de az előző mérkőzéseken sikerült. Nagyszerű érzés volt, hiszen mégiscsak egy, így van, ahogy beszéltük, ez egy történelmi tett igazából a Kisvárda történetében, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Mondhatni, hogy jól teljesített a védelem, talán a második legkevesebb gólt kaptuk, most nem is tudom pontosan a bajnokságban, ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagy elismerés annak tükrében, hogy így szerepelt a csapat, úgyhogy úgy érzem, hogy talán mi is tudtunk segíteni a csapatnak abban, hogy egy ilyen sikeres szezont zártunk. A játékosok egy hónap pihenőt kaptak, közben a klub vezetése dolgozik a keret megerősítésén, mivel a Kisvárda kiléphet a nemzetközi porondra. Június 14-én kell majd a játékosoknak visszajönni, és ez egy kicsit fura időzítés lett, hiszen nem volt még sem az én, sem a klub történetében ilyen, hogy csütörtöki napra kell majd időzítenünk, és 21-én lesz, július 21-én lesz az első mérkőzés, ami a Konferencia Ligában fog megtörténni. A Kisvárda az Európai Konferencia Liga második selejtező körében kapcsolódik be a küzdelmekbe, és a sorsoláskor nem lesz kiemelt.